Foundation, pan doktor Trzeba. Witam pana prezydenta Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężaru, prezydenta European Federation, pan Woli Polak. Witam prezesa Urzędu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Polsce, minister of sport w Polsce, pan dr Stefan Paszczyk. Íme az új csodatörpe, aki törpeségben még Naim Szulejmanoglut is veri, azt hiszem 2 centivel alacsonyabb nála, és Halil Mutlu második szakító gyakorlatához úgy készülődik, hogy tudja, 0,5 kilogrammal több ez a súly, mint amit valaha az életében versenyen fölemelt, tehát 0,5 kilogrammal saját világcsúcsát szárnyálná túl, és ez egyben azt is jelenti, hogy Ivan Ivanov nyilván visszalépett a harmadik fogásától, még ha ezt itt még nem is jelentették be, de valószínűleg megsérült a másodiknál, mint ahogy azt láthatták is. Tehát világcsúcskísérlet 130,5 kilogrammon. A szakításban is megvan ez a súly, hihetetlen kezdés Varsóban az Európa-bajnokságon. Nurikján a bolgárok egykori szövetségi kapitánya, kétszeres olimpiai bajnok, csodálkozva, de tudomásul veszi. Mutlu ugyanott folytatja, ahol az elmúlt évben Isztambulban abba hagyta, 0,5 kilogrammal többet tud már, és még van egy fogása. A képen most látható Ivanovhoz hasonlóan Mutlu is visszalépett a szakításban a harmadik gyakorlatától, így tehát 2 fogás után alakult ki a végeredmény, és Mutlu 10 kg-os előnyt szerzett a bolgár Ivanovval szemben. 130,5 kg-ja, itt a versenyben 130-at ér, de természetesen a világcsúcs is érvényes, illetve az lesz majd a dopingvizsgálat
eredménye után. 150 kg a lökésben Ivanov első gyakorlata, és körülbelül ez az a súly, amit ő elképzelt, vagy teljesíteni fog. Ivan Ivanov tavaly Isztambulban a világbajnokságon a szakításban ugyanúgy, mint itt most 10 kg-os volt a hátránya, és a lökésben ehhez még 5 jött, így aztán 15 kg-os vereséget szenvedett Mutlutól, hát körülbelül ugyanerre számíthat most is. Mutluval sikerült néhány szót váltani a két fogás nem közötti szünetben, és elmondta, hogy a világbajnokságra ebben az esztendőben, melyet egyébként Kínában rendeznek majd az év végén, 135 kg-ot tervez a szakításban, az olimpián pedig, és az egészen hihetetlen szám, az 54 kg-ot figyelembe véve 140 kg az elképzelése az első fogásnemben. Most viszont már a másodikban járunk, a lökésben 155 kg a bemutatkozó gyakorlata Mutlunak. Ó, de biztosan csinálta, és kérem szépen, annak ellenére, hogy még csak az első gyakorlatánál tart, a második fogásnemben nem kell hozzá nagy bátorság és jós tehetség, hogy megmondjam tévén, hogy 15 kg-os az előnye. Ez az Európa-bajnoki arany is az övé, és bizony nem látszik senki a porondon, aki az olimpiai elsőségét is veszélyeztethetné, ha így folytatja. Ivan Ivanov a második lökésen 157,5 kg-on, tehát 7,5 kg-ot ugrana a bolgár versenyző, aki a mezőny legnehezebbje és hallatlanul nehezen fogyaszt, általában 5-6 kilót is fogyaszt, és hát ez az 54 kg-osok között tetemes súlynak számít. Irtózatos erőfeszítés, de Ivanov vállalja ezt is, és vállalja a Mutluval való kilátástalan küzdelmet is. Ő úgy látszik, önmagával áll harcban, jelenleg a 157,5 kg-ra, ez mindenképpen igaz, hiszen a lökés fenomén, hát ezt a gyakorlatát egyáltalán nem mondhatnám, hogy biztosan teljesítette, és megint csak húzza a lábát Ivan Ivanov. Az elmúlt esztendőben Isztambulban azt nyilatkozta, hogy majd ottani eredménye alapján dönti el, hogy elmegye Atlantáig. Hát úgy látszik, hogy vállalja azt is, hogy be kell érnie Mutlu mögött a második helyen, mert úgy tűnik, hogy nem lesz rá lehetősége, hogy megelőzze. A csarnokban, mint ahogy az utóbbi években mindig, és nem csak Isztambulban, az ilyen nagy versenyeken, hát hogy mondjam, a törököktől lépni sem lehet. Úgy van ez most itt Varsóban is, és Mutlunak csak a kis ujját kellett fölmutatnia, és abban a pillanatban abba maradt az ütemes taps, és ez érthető is, hiszen egy olyan súly elé lép most oda Halil Mutlu, amelyet akárcsak a szakításban, most a lökésre is igaz, ez még soha nem teljesített. Fél kilogrammal szárnyalná túl saját isztambuli világcsúcsát. És itt most nem is azt hiszem, nem is a fél kilogramm az igazán lényeges, hanem az, hogy valami olyasmi, amit még eddig soha nem csinált. Visszanyomta a 160,5 kilogramm. Talán egy kicsi túlságosan is magabiztos volt ehhez a súlyhoz Halil Mutlu. Minden esetre egy alkalommal még javíthat. Az utóbbi időben fantasztikus mód javult a gyakorlat biztonsága, a fogás biztonsága, és így őt is váratlanul érhette, hogy ez a 160,5, ez valahol megakasztott a levegőben, de nem a saját helyén, ott, ahol Mutlu elképzelte. Na, még javíthat. Hallatlan népszerűségre tett szert isztambuli világcsúcsaival, világbajnoki aranyaival az egyébként bolgár születésű Halil Mutlu,
1973-ban született Bulgáriában, és nagy örömére 3 hónappal ezelőtt a családja is átköltözött Izmirbe. Ő maga egyébként Ankarában él, és Naim Szulejmanoglu-val együtt készül a versenyekre. Most 160 és fél kilogramm, tehát megint az a bizonyos bűvös fél kilogramm. Ennyivel tudná túlszárnyalni saját világcsúcsát. Koncentrál, levegőt vált, és a 160 és fél, aztán kifogott rajta, és utána még el is játsza egy kicsit Halil Mutlu. Hát kérem, most csak ennyi volt, érjék be tőlem egyetlen világcsúccsal. Mi pedig annyit mondunk ehhez, hogy azt köszönjük, hiszen soha jobb antréja nem lehet egy világversenynek, mint amikor világrekordot ünnepelhet a közönség. Jelen esetben a verseny így 285 kilogrammos teljesítménnyel nyerte Halil Mutlu, így a különbség mindössze 7. Thank you.
szalmi a csalódnak.